Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Kedves testvéreim! A mai szentmisénket bűnbánati énekkel a Hozsanna énekes könyv 59-es énekének első versszakával kezdjük. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, szentmisén kezdetén, ebben a nagybőti szent időben, lelki megújulásért imádkozva, és ezt jó tettekkel, áldozatokkal jelezve, így készülünk húsvét ünnepére. Köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet és az Apostol Televízió kedves nézőit. Elhunyt Pászti László testvérünk lelki üdvéért ajánljuk föl a mai szentmisét, halálának 4. évfordulója alkalmából. Imádkozzunk élő Zsuzsannáért, születésnapja, névnapja, alkalmából és születendő gyermekéért. Imáinkba foglaljuk el, hogy Julianna édesanyját is. Nagy szeretettel gondolok Esperes kerületünk fiatal papjára, Lak Gábor atyára, aki ma ünnepli a 44. születésnapját. Isten éltesse őt sokáig. És köszönöm azt a szolgálatot is, amit oly sokszor itt a mi templomunkban is teljesít, a televíziós közvetítésekben is, távol létemben, amikor helyettesít a szentmisék bemutatásában. Minden kedves névnapját ünneplő Zsuzsanna testvérünket is imádsággal köszöntjük. Most pedig vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Könyörülj rajtunk, Urunk! Mert védkeztünk ellened. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, és add meg nekünk az üdvösséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk. Üdvözítő Istenünk, téríts meg minket, és oktass minket mennyei tanításoddal, hogy nagybőti ünneplésünk üdvösségünkre váljék. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes harmadik könyvéből. Az Úr így szólt Mózeshez. Szólj Izrael fiai egész közösségéhez, és mondd meg nekik. Legyetek szentek, mert én az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok. Senki közületek ne lopja meg, és ne vezesse félre, és ne csalja meg a másik embert. Ne esküdj hamisan a nevemre, mert azzal megszentségteleníted Istened nevét. Én vagyok az Úr. Ne használd ki, és ne zsákmányold ki embertársadat. A munkás bére ne maradjon nálad másnap reggelig. Ne átkozd a némát, és ne tégy akadályt a vak útjába, hanem féld Istenedet. Én vagyok az Úr. Ne légy igazságtalan az ítélkezésben, ne kedvezz a gyengének, és ne engedd, hogy a hatalmas elszédítsen. Igazság szerint ítélkezz embertársad felett. Ne rágalmazz tiédet, és ne törj embertársad életére. Én vagyok az Úr. Ne táplálj gyűlöletet szívedben testvéred iránt, fedd meg embertársadat, és akkor nem osztozol bűnében. Ne légy bosszúálló, és ne gyűlölködj néped fiaival. Szeresd embertársadat úgy, mint magadat. Én vagyok az Úr. Ez az Isten igéje. Istenemet legyen nálad. Jézus ad, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Jézus ad, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Most van itt az alkalmas idő, van itt az üdvösség napja. Jézus ad, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézus az utolsó ítéletről beszélt tanítványainak. Amikor az emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Mert éhes voltam, és ti ennem adtatok, szomjas voltam, és ti innom adtatok, idegen voltam, és ti befogadtatok, ruhátlan voltam, és ti betakartatok, beteg voltam, és ti fölkerestetek, börtönben voltam, és ti meglátogattatok. Erre megkérdezik tőle az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna? Akkor a király így felel, bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. Ezután a balján állókhoz szól, távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült.
Mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni. Szomjas voltam, és nem adtatok inni. Idegen voltam, és nem fogadtatok be. Ruhátlan voltam, és nem takartatok be. Beteg voltam, és börtönben sínylöttem, és ti nem látogattatok meg engem. Erre ők is megkérdezik, Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni? Idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem siettünk a segítségedre. Ő pedig ezt feleli majd nekik. Bizony, mondom nektek, amit a legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, itt gazdag déten és otthonaitokban a bőjt feladatának, az előkészület szent idejének lelki élet programjához szorosan hozzátartozik a jó cselekedet. Többször elgondolkodtunk már ezen, hogy értékeinket azért szabadítjuk fel önmagunkban, hogy azok mások számára ajándékká váljanak. Így tehetünk minden lemondás alkalmával, amikor akár anyagi dolgokról, táplálékról, vagy fizikai valóságról, úgy mint az idő, lemondunk történetesen a kedvteléseink, vagy egyéb felesleges időtöltés szempontjából, hogy mindezt értékké tegyük, és mások számára felajánljuk. A keresztény erkölcsi felfogásunkban a jó tetteknek sajátos formáit, az irgalmasság testi cselekedeteinek mondjuk, emellett persze vannak lelki cselekedetek is. Ezek is fontos feladatok, hogy emberi dolgokban jó tanáccsal, vigasztalással, együttérzéssel siessünk mások segítségére. Az Úr Jézus azonban a Szent Máté féle utolsó ítéletről szóló példabeszédében az irgalmasság testi cselekedeteit állítja elénk. Tettekkel tudjuk megmutatni szeretetünket, ahogy erre Szent János apostol is hivatkozik. Nem mondhatjuk azt, hogy szeretjük Istent, akit nem látunk, ha nem szeretjük embertársainkat, akiket látunk, tegyük hozzá, hogy nem adjuk szeretetünknek látható jeleit. Amikor pedig Jézus a fáknak gyümölcs hozataláról beszél, megemlíti, hogy a jó fa jó gyümölcsöt hoz, a jó akarat az emberben jó tetteket vált ki. És ez is fontos feladatunk, amit régies kifejezéssel alamizsnának mondunk, jó cselekedetként emlegetünk. A nagybőti teendőinkben, a készülődésben és életünk megszentelésében. Amikor kegyes megfogalmazásban Istenről azt mondjuk, hogy jó Isten, sokszor még egybeírjuk ezt a kifejezést, hogy jó Isten, és így szólítjuk őt meg, nyilvánvalóan ezt azért tesszük, mert jónak ismerjük fel az Urat. Ő mindent jónak alkotott, ahogy erről a Teremtés könyve is beszél, és az ő jóságában nem kételkedhetünk. Ma az első olvasmányban a szentség törvényéről is hallhattunk, az Úr meghívásáról, hogy szentek legyünk, miként az Úr szent.
Vagy mondjuk másként, legyünk jók, miként az Úr jó. És erre Jézus mutat példát, és ad tanítást. A jó ember nem csak a rosszat kerüli, hanem tetteiben is bővelkedik a jóban. Ezen a nagybőti napon tehát, a nagybőti idő első napjaiban is már tegyünk elhatározást arra, hogy jó cselekedetekkel sietünk Urunk elé, és készülünk az ő feltámadásának nagy örömünnepére. Amen. Kérjük testvéreim közösen a mennyei Atyát, hogy kegyelmes segítségével nagybőti előkészületünk mind a jelen, mind az örök életünkre gyümölcsöző legyen. Add, Urunk, hogy tetteinkben nyilvánuljon meg a fele baráti szeretet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy püspökeink és papjaink elöljárjanak az irgalmas szeretet gyakorlásában. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy minden fele barátunkban felismerjük egyszülött fiadat, Jézus Krisztust. Add, Urunk, hogy gondolatainkat és szavainkat a szeretet irányítsa. Add, hogy az irgalmasság testi és lelki cselekedetei által készüljünk Jézussal való találkozásunkra. Add, hogy születésnapját ünneplő Gábor atya továbbra is buzgó szívvel, hivatásbeli hűséggel szolgálhasson neked kegyelmet segítségével. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy névnapjukat ünneplő Zsuzsanna testvéreink áldásodat élvezve bővelkedjenek továbbra is a szolgálat jó cselekedeteiben. Kérünk téged, hallgass meg. Jóságos és irgalmas atyánk, egyszülött fiadban példát adtál az irgalmas szeretetre. Kérünk, add kegyelmedet, hogy nagybőti előkészületünk szeretetből fakadó cselekedeteinket támassza életre, Krisztus a mi Urunk által. Az 59-es ének 5. versszakát fogjuk most énekelni. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Kérünk Istenünk, fogadd el áhítattal fölajánlott áldozatunkat. Engedd, hogy életünket megszentelje, és elnyerje számunkra a bűnbocsánatot, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös.
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által, mert kegyesen megadott hívő népednek, hogy évről évre a megtisztult lélek örömével várják húsvét szent titkának ünnepét. Most többet imádkozzanak, buzgóbban gyakorolják az irgalmasság tetteit, és az újjászületés szentségei által az Isten gyermekség teljességére jussanak. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitáljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, László szolgádról, akit 4 esztendeje magadhoz szólítottál ebből a világból. Hadd, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvérünkről, Julianna édesanyáról, a templomunkban nyugvó hívekről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt,
akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Ha Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Krisztus, a mi békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség. Az Isten báránya, éme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondok, és meggyógyul az én lelkem. Kedves testvéreim, most a 116-os éneket énekeljük.
pedig a lelki áldozás imájával gondoljuk az otthonaikban velünk ünneplő testvéreinkre. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, szentséged vétele adjon erőt testünknek és lelkünknek, hogy testben, lélekben gyógyultan elnyerjük a mennyei üdvösség teljességét, Krisztus a mi Urunk által. Amen. A Szent Lelket hívjuk segítségül a mai nap teendőihez, áldozatvállalásához, jó tetteihez, és erre az egész munkahétre is kérjük a kegyelmet az Úrtól, majd a 97-es ének első és második verszakával. Most a Jóisten áldását kérem mindnyájatokra, jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol TV és a Hegyvidék TV kedves nézőire egyaránt. Az Úr legyen veletek! És a lelkeddel! Kérünk, Urunk Istenünk, világosítsd meg néped szívét ragyogó fényességeddel, hogy meglássa, amit tennie kell, és ami helyes, azt meg is tegye, Krisztus a mi Urunk által. Amen. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindenkor. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmad. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom, szent szíve, de lélek és bízom benned. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörögj magyarok szent őrangyala, könyörögj Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögj értek mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögj.